művek készültek el, szemnészet festmények készültek el, és egyszer jött valaki egy olyan festménnyel, hogy egy nagy fa viharban volt, körbevette a nagy szél, a fát majdnem kitörte, és a fa tetején volt egy fészek. A fészekben állt egy madár, szárnyait széttette, védte az ő kis csibéit, és ott, abban a nagy viharban is ott állt, és ott védte az ő kis madárkáit. Hát természetesen, hogy ez a festmény nyerte el az első helyet. Tulajdonképpen a mi életünkben is sok viharok lehetnek, a mi életünkben is sokféle próbák lehetnek, de úgy gondolom, hogy az Úr Jézus a mi hitünket meg akarja újítani, a mi szeretetünket ő iránta, jön és megáll a középen újra és újra, megmutatja az ő sebeit az ő kezeiben, az ő lábaiban, és akkor talán felkiáltunk újra, amit legelőször kimondtunk, mikor a megváltást elnyertük hitáltal, kegyelemből az Úrtól, hogy én Uram és én Istenem. Ez minden életben történt. És azt mondja az Úr, békesség neked. A békételen világban körbevesz bennünket a démoni világ, a mindenféle befolyás, emberek, még sokszor testvérek által is, de az Úr békessége hadd legyen ott a mi szíveinkben. Amen.